Zimányi Magdolna matematikus, több évtizeden át a KFK-i részecske és magfizikai kutatóintézetében dolgozott, ahol a Számítógép Hálózati Központ főosztályvezetőjeként a hazai számítógép hálózat kezdeteitől a szakterület meghatározó személyiségei közé tartozott. A Nemzeti Informatika Infrastruktúra Fejlesztési Program műszaki tanácsában a KFK-i képviselőjeként, majd a program etikai bizottságának elnökeként az NIIF felhasználói szabályzatának kidolgozásával is mindig az alkalmazói közösséget képviselte. Meghatározó szerepe volt a magyar elektronikus könyvtár kifejlesztésében és folyamatos bővítésében. Több hazai tudományos szervezet tagja. A Faggyas Tiborral és Kálmán Lászlóval a mesterséges intelligenciában oly fontos LISP programozási nyelvű könyve évtizedeken át egyetemi tankönyvként is szolgált. A LISP nyelvhez voltak éppen egy feladat vezérelt el, és pedig a 70-es évek vége felé kezdtünk érdeklődni a komputer algebra nyelvek iránt. Ugye fizikai kutatóintézetben dolgoztunk, itt egyrészt jó néhány kollégám, én magam is egy időben foglalkoztunk numerikus módszerekkel, numerikus módszerekre programfejlesztéssel, de fölmerült az az igény is, hogy matematikai formulákat, azokat exakt módon lehessen számítógéppel kezelni, és erre pedig a komputeralgebrai nyelvek nyújtottak lehetőséget. Tehát elkezdtünk érdeklődni ezek iránt, ezeknek a lehetőségei iránt, és abban az időben a legkecsegtetőbbnek a Reduce nyelv tűnt, amit Anthony Hearn fejlesztett ki, és ez a rendszer ez LISP alapon működött. Tehát voltak éppen minket először az izgatott, hogy hát a Reduce-t azt egyrészt megkapjuk, megszerezzük, üzembe helyezzük, itt a fizikus kollégák rendelkezésére bocsássuk, és feladatokat oldjunk meg vele, és valóban a Reduce iránt volt itt jelentős érdeklődés elsősorban talán azoknak a kollégáknak a részéről, akik az általános relativitás elmélettel foglalkoztak. Itt Perjés Zoltán kiváló fizikusnak a nevét lehet megemlíteni, valamint megemlíteném a hivatali utódom, és most a Számítógép Hálózati Központ vezetőjének, Kadlecsik Józsefnek a nevét, aki voltak éppen itt a Számítógép Hálózati Központban, még azzal kezdte a pályafutását, hogy a relativitás elméleti feladatokat oldott meg Reduce nyelven. Na most a Reduce az LISP alapú volt, és ennél fogva, ha már a Reduce-ban elmélyedtünk egy néhányan kolléganőimmel, akkor a LISP-ben is igyekeztünk elmélyedni. És akkor adódott az a gondolat, hogy ha már a LISP-el foglalkoztunk, akkor ebből lehetne könyvet írni, nem volt magyar nyelvű könyv a LISP-ről. Ez volt egyébként első nekifutásban, nem volt sikeres, hát a műszaki könyvkiadónál próbálkoztunk, ők először nem mutattak érdeklődést, azután néhány év elteltével mégiscsak sikerült elérni, hogy a könyvkiadó is érdeklődjön, és két fiatal kollégámmal, Faggyas Tiborral, aki abban az időben itt dolgozott a számítástechnikai főosztályon, valamint egy fiatal nyelvész kollégával, Kálmán Lászlóval szövetkeztünk hárman, és írtuk meg hárman ezt a könyvet közös munkával. Amikor megjelent a 80-as évek végén, akkor elég hamar el is fogyott a könyvesboltokból, úgyhogy ezt bizonyos büszkeséggel könyveltük el. Később már magam úgy gondoltam rá, hogy ez talán már egy kicsit meghaladott dolog. Éppen az elmúlt évben történt az, hogy egy Google keresés során kicsit körbenéztem, és magam is meglepődtem azon, hogy
több egyetemnek a honlapján is megláttam, hogy ezt a könyvet ajánlják, mint ajánlott irodalmat a LISP-nek a tanításához. Úgyhogy gondoltam, hogy miután ez már könyvesboltokban nem igen kapható, a könyvtárak meg legfeljebb egy példánnyal rendelkeznek belőle, akkor miért ne tegyük közkincsé. Így a két kollégámnak a beleegyezésével és egyetértésével ez a könyv fölkerült a Magyar Elektronikus Könyvtárba. A LISP nyelv az elsősorban a mesterséges intelligencia területén talál alkalmazásokra. Lehet mondani, hogy kicsit talán kijebb került az érdeklődésnek a homlok teréből. Talán volt egy olyan időszak, amikor többet és nagyobb szabású eredményeket vártak tőle. Most talán kevesebben érdeklődnek iránta, de viszont azt lehet mondani, hogy a LISP nyelv az egy olyan elvi alapvetést jelent, egy olyan specialitást jelent, hogy ha számítástechnikával foglalkozik az ember, akkor ez alapvetően egy megkerülhetetlen nyelv, tehát el nem tűnik, mert az a gondolat, ami ebben a nyelvben meg testesül, az egy alapvető gondolat. Voltak éppen a KFKI ilyen szempontból jó helyzetben volt. Egyrészt volt egy hálózati kultúra itt az intézeten belül. Tekintettel arra, hogy a TPA gépcsalád az a PDP, majd a PDP-re épülő VAX gépcsaládnak a utánérzéseként jött létre, adott volt a DECNET, mint hálózat. Tehát itt az intézetben már a 80-as években kiépült egy Ethernet hálózat, amelyeken DECNET-et lehetett futtatni. Tehát egy erős helyi hálózat, és ami ezzel jár, egy helyi hálózati kultúra volt az intézetben, aminek hát egy szerves folyománya volt az, hogy az internetre is, mondjuk, hogy felfokozott várakozással tekintett itt a kutatói közösség, és igyekezett a lehetőségekre odafigyelni, és abban a pillanatban, amikor egy lehetőség mutatkozott, akkor azt meg is ragadni. Ugye 90-ig az alapvető akadály az az embargó volt, tehát 90-ig nem lehetett mit tenni. Most a IIF programnak a keretében, amelyik ugye már a 80-as években létrejött, és igen bölcs módon a 90-es változásokat átélve újabb és nagyobb feladatokat kapott, kiépült országosan egy X25-ös hálózat, amelyik már a külföld felé is kaput nyitott. Itt a kisgépes kollégák azok elég hamar kidolgoztak egy zsilip rendszert, aminek a segítségével a DECNET hálózatból át lehetett lépni az X25-ös hálózatba. A levelezést, a DECNET leveleket lehetett az ELLA rendszerbe továbbítani, és ilyen módon a nemzetközi levelezésbe a kezdet kezdetén belépni. Másrészt volt egy másik irány is, egy másik lehetőség, és pedig korábban is már kellett volna említenem a nagygépes rendszerek kapcsán, hogy a KFKI-nak noha nem volt tagországi lehetősége és jogosultsága a CERN-nel való együttműködésben, ennek ellenére informális módon megint csak minden alkalmat megragadott. A CERN ugye a Genfben működő nagy részecske fizikai kutatóintézet,
és a fizikus kollégák azok hosszú éveken keresztül, ha nem is tagországként, de jelen voltak a CERN-be, voltak éppen a Cédrus rendszernek is az előzményei egy CERN-ben működő programrendszerben találhatók meg, tehát Telbisz Ferenc kollégám a CERN-ből átvett programok alapján hozták létre és fejlesztették ki a Cédrus rendszert. És 1990 után a 1990 után annak a lehetősége is fölmerült a horizonton, hogy most már Magyarország az a CERN-nek hivatalosan tagországa is lehet, tehát nem ilyen informális kapcsolatokon keresztül, hanem tagországként is a CERN munkáiba Magyarország szorosabban bekapcsolódhatik. Na most ennek még az előkészületi fázisában Szegő Károly, a részecske és magfizikai kutatóintézet igazgatója, valamint Telbisz Ferenc, meg kell még említenem Gíze Piroskának a nevét, kieszközölték azt, hogy legyen egy telefonvonalas összeköttetés a KFKI és a CERN között. Mai szemmel ez szintén megmosolyogtató lehet, mert 9,6 kilobódos volt ez a kapcsolat, de kapcsolat volt, tehát leveleket el lehetett juttatni ezen keresztül, csatlakozni lehetett az úgynevezett HEPnet hálózathoz, ahol a HEP az a High Energy Physics-nek a rövidítése. Tehát ilyen módon volt még egy kijáratunk a világba az ELLA levelezésen kívül. Ez korlátozott volt, nem akárki vehette igénybe, meg nagyon kevés dolgot lehetett rajta csinálni, tehát eleinte csak levelezni lehetett. Később már a 90-es évek további részében már a World Wide Webre és rá lehetett csatlakozni, természetesen még akkor a grafikus lehetőségek nélkül, csak egyszerű sormódú termináloknak a segítségével, de hát ezek óriási dolgok voltak akkor a maguk idejében. Voltak éppen ahhoz egy hálózat működjék, ahhoz bizonyos szabályokat be kell tartani. És egy akadémiai jellegű kutatói számítógép hálózatnál az alapvető fontosságú azt meghatározni, hogy mit szabad és mit lehet csinálni abban a hálózatban, és mi az, ami nem megengedett. Voltak éppen, amikor a NIF-nek a keretében az a internet hálózat kialakult, akkor már az első ilyen csatlakozási megállapodások is tartalmaztak bizonyos alapvető szabályokat, de mondjuk 6-8 sor terjedelemben, hogy mit szabad és mit nem szabad. Hát ez nyilván egy idő után nem volt elégséges, tehát felmerült az igény, hogy egy részletesebb szabályozást dolgozzon ki. Az NIF, ez voltak éppen már a 90-es években megtörtént ebben a lépés, ebben az első lépés, akkor a Hungarnet hálózatnak a felhasználói szabályzata készült el 1997-ben, a NIF Műszaki Bizottság hozott létre egy külön bizottságot, egy adhok bizottságot ennek a szabályzatnak a létrehozására, amit rövidítve csak AUP néven szoktunk emlegetni. Ez az Acceptable Use Policy-nek a rövidítése, egy nemzetközileg elterjedt rövidítés. Ennek a bizottságnak voltam az elnöke, és hát több tagja volt, akik közül talán kiemelném Drótos Lászlót és Kokas
Károlyt, akikkel egyébként más vonalon, a Magyar Elektronikus Könyvtár vonalán is együtt dolgoztunk. Tehát így sikerült egy szabályzatot megalkotni, aminek a Hungarnet felhasználói szabályzat volt a neve. Azt mondanám, talán úgy fogalmaznám meg, hogy az etikai bizottság az nem úgy működött, mint egy bíróság. Tehát nem az volt a feladata, hogy konkrét ügyekben egész pontosan kicentizett ítéleteket hozzon, hanem inkább úgy működött, mint egy alkotmánybíróság. Tehát ha hozzánk egy kérdéssel fordultak, akkor igyekeztünk az általános elveket, azokat világossá tenni, és többé-kevésbé azt is megértetni, hogy az általános elvek azok az adott konkrét esetben hogyan értelmezendők. És azt kell mondanom, hogy általában a hozzánk forduló intézményeknél megértésre is találtunk, tehát sikerült ezeket a kérdéseket elrendezni. A Magyar Elektronikus Könyvtár voltaképpen önkéntesek kezdeményezéséből jött létre. Itt három nevet kell elsősorban említeni: Drótos László, Moldován István és Kokas Károly nevét, akiknek a tevékenységét egyébként a Neumann Társulat is elismerte Kalmár László díján 2000-ben. Az Egyesületnek a célja az a magyar kultúrának az interneten való megjelenítése, annak a támogatása, olyan célokkal, hogy ezek a kulturális kincsek, ezek megőrződjenek, minél szélesebb körben hozzáférhetőek legyenek, aminek nagy jelentősége van. Ugye Magyarországnak az a helyzete, hogy magyar ajkú lakosságnak egy jelentős része él a környező államokban, és egy jelentős része él az országtól távol, tehát olyan helyeken, mint Németország, Anglia, az Egyesült Államok, és egész távoli helyeken, akár Ausztráliában, vagy egyéb helyeken is. Tehát ennek a közösségnek a számára is a Magyar Elektronikus Könyvtár hozzáférhetővé teszi a magyar kultúrának az eredményeit. Jelenleg 9000 körüli könyv helyezkedik el a Magyar Elektronikus Könyvtárba, és kapcsolódó projektekként indult voltaképpen a elektronikus periódika archívum, amit EPA-val rövidítünk, ami a folyóiratoknak a elektronikus közzétételét teszi lehetővé, valamint a digitális kép archívum, amelyik pedig a legújabb kezdeményezés, amely képeket tesz lehetővé. A EPA állományában közel 2000 folyóiratnak az elektronikus változata található meg, és a digitális képarchívumban pedig már több tízezer kép található meg, leírással, úgynevezett metaadatokkal kiegészítve.